jelzott, hogy kapok hideget, meleget. A szombaton a Kossuth téren ott volt, a kemencében volt, aki ott volt. Igen, nem. Azért annak van egy története, ugye, mert amikor Árpád a ultimátumot tette, akkor megjött, nem azért, mert küldtek, hogy valami, már egész kinevezésem óta nem akartam látogatni, csak egyszerűen bármilyen furcsa nem tudtam kapcsolatot teremteni hozzá. Azt hiszem talán nem véletlenül, mert ugye a bejegyzésében a Paprika Jancsi ugye élettem volna, de tekintette arra, hogy nagy a feladat, ezeket az üdem mellett elengedem. Tehát meglátogattam Árpádot, véleményt cseréltünk, azt láttam, hogy sikerült legalább a probléma lényegét illetően egyetértenünk. Az nyilvánvaló volt, hogy lehet, hogy habitusbeli különbség, de hogy az utat tekintve biztos, hogy markáns különbség van köztünk, de én kértem Árpádot, hogy egyfajta kölcsönös tisztelet egyében végül is. Azt hiszem, hogy a probléma van akkor, ahogy azzal forduljunk szembe és nem mással. Aztán ugye Árpád elkezdte a budapesti, minek nevezem, sátrazást, vagy a rendezvénysorozatot, és hétközben is kint voltam, beszélgettünk, érte azt, hogy jöjjek ki szombaton, esetleg egy-két szót szóljak az emberekhez. Én úgy készültem, kérdeztem előző nap, hogy hányra jöjjek, egyre jó. A felségem a sétáltam, gondoltam, hogy benézek, tiszteltemet teszem szó szerint, tehát én úgy gondolom, hogy a közszolgálat a közszolgálja, és akkor odaértünk 10 perccel a egy óra előtt, már hallottam a Árpád felvezetőjét, hogy el mere jönni a pénzügyi biztos. Akkor sejtettem, hogy ebből nem 2 perc lesz, és nem egy baráti, hogy úgy mondjam, fogadtatás. Én szeretek előadni, most egy picit azért vagyok fáradt, hogy erről beszélek, mert 100 bankának tartottam előadást. Az lesz majd a jégverem, azért a hideg-meleg. Azt is elmondom, mi történt. Tehát én szeretek eladni, sok előadáson voltam, de ilyen nyomást még nem éreztem soha, mint szombaton. Azért ott kínálni az már meg volt. Főként azért, mert még a biztonsági emberek is, talán ők jelentették a legnagyobb fenyegetést rám. Ezt ugye kénytelen voltam többször is jelezni Árpádnak, hogy a kérdés az kérdést jelent, nem kinyilatkoztatást, az, hogy én hiába érzem mai napig a szívem az civil, mégis állami jogosítványokat kaptam, lehet úgy is értelmezni, mint az államképviselő is, tehát hogy ne kerüljek olyan kellemetlen helyzetbe, hogy a jelenlétem ugye azt jelenti, hogy végül is államilag elfogadott, ami elhangzik, és hogy ne kell nekem azért lemenni a színpadról, mert olyan dolgok hangzanak el, ami nem vállalható. Illetve a másik oldalról, amikor a fejemhez vágják, hogy a civilek azt gondolják, hát akkor mindig megszólal bennem, miért én nem vagyok, az a hiteltársulás másfél év az egy semmi, amikor jártam az egyik televízióba be, a másik rádióba ki, tehát akkor ez nem jelentett semmit, tehát ezeken mondjuk mindig furcsa ilyen értelemben. És amit ott elmondtam arról, hogy ha valódi civil tömegnyomást akarok, akkor a szervezésnek vannak bizonyos alapkulcs pontjai, amit nem szabad megsérteni, mert akkor soha nem lesz több. Tehát ezt azért merem nyugodtan mondani, mert az egyetemen a diákra főszerkesztője voltam, és mármint a Karidiák lap, és ott kiadtunk egy könyvet, Radikálisok kiskátéja címmel, és ez az egész könyv arról szól, hogy hogyan kell eredményes civil mozgalmat szervezni, és ott pár alap dolog le volt fektetve. A mi esetünkre ez azt jelenti, hogy no politika, tehát kis politika sem. Tudniük a politika, mert ma a legkönnyebb megosztani a magyar társadalmat. Árpáddal erről vitatkoztam is, tehát én azt mondtam, hogy azzal, hogy pártot alapított, pont a saját szerepét teszi nagyon nehézé. Ez látszik is egyébként a honlapján, a számláló. Tehát én ezt lezárnám a helyébe, de én most tényleg nem akarok ilyen értelme tanácsot adni. De az, hogy nincs politika, ugye a másik, ha jól emlékszem, amit mondtam, hogy egyszerű üzenet, mit akarunk. Az, hogy a bármelyik újságíró valakit megkérdez a tömegben, akkor az el tudja mondani, hogy miért vagyok itt. Tehát ugye a feleségem kérdezte tőlem, én akkor ott nem vettem észre, mert a túlélésre készültem, hogy ott volt ugye a Kopány csoportnak ez az utánfutós akasztófája. Jól láttam ott a Csányi Sándor dolgot? Csányi, meg a Császi végrehajtó. Tehát ez nem üzenet. Én értem, persze üzenet, de ugye akkor sokkal többen nem fognak eljönni.
Ugye annak idején saját példát mondta, hogy a hiteltársaságnál az volt az üzenet, hogy normális forinthitelt akarunk a végtörlesztéshez. A civil állami banknál az volt az üzenet, hogy alternatív bankrendszer nélkül nem úgy jutott meg a magyar pénzszektor. És itt valahogy azt éreztem, hogy valami üzenet kéne. Tehát amennyire én kiveszem az Árpád, ugye ez az öt év, ez a pereskedés, ez valljuk be, ez rémisztő. Tehát hogy lehet egy egyszerű ügyben öt évig pereskedni, hogy utána a kúria tovább passzolja Európai Bíróságnak. Tehát ez, ahol gyorsított eljárásban 9 hónapot jelent egy ítélet. Ami aztán majd meglátjuk, hogy fog Magyarországra visszacsapódni. Tehát én nem csodálom, hogyha az Árpád dühös, és gyakorlatilag ugye radikalizálódott. Látjátok, hogy én is elgondolkozom, hogy miért beszélek ennyit az Árpádról. Lehet, hogy ez az a tudatalat, hogy az Árpád annyi pofoz engem a nyilvánosság előtt, én meg annyira nem szólhatok vissza, bár egyébként civilként visszaszólnék, hogy látjátok, így tör elő az emberből. Tehát az volt a kemence. Én úgy gondolom, hogy a Hágai Nemzetközi Bírósághoz fordulni mi is Sabád? Népírtás. Nem tudom, én mérnök vagyok, tehát én a realitás embere vagyok, nem tudom. Nem tudom, hogy ott mennyi idő alatt hoznak ítéletet, hoznak egyáltalán ítéletet egy ilyen beadványra, annak az ítéletnek milyen következménye lehet. Én azt tudom, hogy jön a tavasz és lejár a moratórium, én ezt tudom. És akkor most hadd beszéljek a jégveremről. Meghívtak egy fórumra, még talán egy hónapja. Örömmel elvállaltam. Azt hittem, hogy menedzserek előtt fogok előadást tartani. Ma délelőtt tudatosodott bennem, hogy itt 100 bankár vagy pénzügyi, tehát 100 olyan ember lesz, aki a pénzszektorból él, jól él. És úgy gondolkoztam is, hogy na most jön a hideg zuhany. Amikor a mentem, beéreztem, tehát igen, tehát ez egy másfajta, hogy úgy mondjam, másfajta hangulat volt, most úgy dolgosan fogalmazok. Hát ott először is elmondtam azt, hogy ami mindig vád, hogy nem értek ugye a pénzügyekhez. Én azt mondtam, hogy én vállalkozó vagyok, tehát a információs korban teljesen természetes és köztudott a vállalkozók között, hogy ha neked egy céged van, nem kell ahhoz értened. Neked ahhoz kell értened, hogy jó kérdéseket tegyél fel. A jó kérdéseidhez megtaláld a jó szakembereket, akik válaszolnak rá, és utána ezeket a válaszokat át kell ültetni a gyakorlatba. Ez ettől lesz egy jó vállalkozó. Tehát egy információs korszakban, amikor bármit kérdezel tőlem, és beütöm a Google-ba, és ömlik a választ. Tehát itt nem a válaszadás a lényeg, hanem a jó kérdést tegyél fel. És aztán meghallgattam egy két előadást, és akkor szembesültem vele. Még szerencsé, hogy utána hallgattam meg, mert biztos nem álltam volna meg, hogy megjegyzéseket tegyek. Hogy az, hogy nem értek a kvázi idézőjelbe, teszem, nem vagyok jogász, az azért szerencsé, mert ha egy pénzügyi intézménynek a valamilyen szabályzatát én sem értem, akkor az ügyfél biztos, hogy nem fogja érteni. Tehát fogalmazhaték úgy is, hogy nem az embereknek kell megtanulni jogászul, hanem a jogászoknak emberül. Most nem tudom másképp mondani, hiszek abban, hogy az igazságos jog az érthető. Tehát amikor már blabla kezdődik, apró betű, kereszthivatkozás, stb., ott annak jó vége nem lehet, és ennek az egész világnak kéne véget vetni. Tehát az, hogy ott néztem az előadásokat, ahol a PSZÁF-nak a legújabb javaslatát részletezték, és most bocsánat a nyers hasonlatért, nekem kicsit olyan érzésem volt, mint amikor előírják azt, hogy a sámli az 25 centinél magasabb legyen, de a 30 centinél kisebb, hogyha az elítéltet ráállítják, akkor hány csomó legyen a kötél, és legyen megszappanozva a kötél. Tehát, hogy az alap problémáról nem volt szó, hanem arról, hogy hogyan lehet emberi módon kilakoltatni valakit, előtt tájékoztatni a jogairól. Én úgy gondolom, hogyha valakit kilakoltatnak, főként Magyarországon mi valahogy a tulajdonhoz sokkal erősebb a viszonyunk, mint máshol. Hogy ott az embereket nem érdekli, hogy hány színes mellékletet kapott a papírhoz. Amikor egyébként hozzáteszem, elemi jogtalanságok történnek. Például elmondtam azt, hogy ugye vállalkozásom van, januárban bementem a bankba, mondták, hogy üljek le. Ugye mivel nem lettek már ügyvezető, a ügyvezető elkísért. Mondták, hogy üljek le, kicsit megemelték a számlavezetési díjat 6500 forintról 13000-re. Fölpattant egy banki munkatársat, ezt nem lehet, ez jogtalanság. Mondom, nagyon köszönöm, és
szerencs, hogy velem történt, mert ez történt fel. Most nem tudom, hogy nem mentem utána engem, hogy nem érdekel tényleg az, hogy most 6500 vagy 13, hogy úgy gondoltam, lehet ilyen, de kiderült, hogy nem lehet. De hát velem megtörtént. De ez egy dolog, ott elmeséltem, hogy ez egy dolog. És azt mondta a munkatárs a bankban, hogy van egy másik számlavezetési konstrukció, ahol azért én olcsóbban kijövök, hiszen nem ismeri a számlaforgalmat. És fél órán keresztül magyarázta a kondíciókat, meg stb. És végül is kiderült, hogy egy év alatt meg tudott takarítani 10.000 forintot. Már kicsit vörös volt a fejem, de a kollégám ő azt mondta, hogy ezt végig hallgatni, mondom, jó, legyen, fogadjuk el, biztos valami érdekeltség van, ugye. És amikor azt mondtam, hogy jó, fogadjuk el, akkor kiderült, hogy mivel én alacsonyabb számlavezetési konstrukcióba lépek, az 10.000 forintba kerül. És akkor ott ül az ember, hogy elvették fél órámat. És ez a probléma, ez amikor megalázóan hülyének nézik az ember. És mondom nekik, hogy én kint voltam a Kossuth téren szombaton, ők nem voltak kint, de hozok nekik hírt róla, és majd a legközelebb a Kossuth téren viszek hírt arról, hogy mi van itt. Mert én azt látom, hogy ugye van egy történet, hogy a nagy francia forradalom előtt ugye Mária Antoinette a királynő is, mekkor szóltak neki, hogy királynő, éhezik a nép Párizsban, nincs kenyér. És mit mondod? Hát akkor legyenek kalácsok. Egyenek kalácsok. Így indult a francia forradalom, és amikor ilyen, biztos emlékeztek erre, amikor kijött, hogy aki kulcsra készen adja át a lakását, és minden helyén van, mennyi pénzt kap? 70.000 forint, ha jól emlékszem. Az az ember, aki ezt kitalálta, de komolyan. Szóval itt szeretnék egyszer bemenni ilyenkor a minisztériumba, és megkérdezni, hogy mutassanak rá arra az emberre, aki ezt kitalálta. Hogy ennyire nincs kapcsolata valósággal? Nincs. Egyébként nincs. Ezt aláírom, csak én soha nem feltételeztem. És ezt szerettem volna nekik jelezni, hogy most ne úgy tekintsenek rám, hogy itt jött egy fickó és ilyen dolgokról mesél, mint Anonymous annak ideje, hogy ott távol keleten történnek dolgok. Mondom, jön, tehát nehogy azt gondolják, hogy ezt megúszhatják. Mondtam nekik, hogy a három oldalú tárgyalás ugye hétfőn indul, hogy ha ott nem lesz megállapodás, akkor én ugye félbe megyek haza, idézőjelbe teszem, de nyugodjanak meg, hogy ők is félbe fognak. Szóval sajnos ez van. Mondom, hogy volt egy egész tél, hogy az emberek gondolkozzanak, számot vessenek az életükkel. Tavaly még önmaguk ellen fordultak. De mondtam, olvassák a blogokat. Nem biztos, hogy ha tavaszra elindul, tehát a moratóriumnak vége lesz, akkor nem biztos, hogy az emberek önmaguk ellen fordulnak. És ezt szeretettel mondom, hogy nehogy csodálkozás legyen. És mély meggyőződésem egyébként, hogy ugye először az ügyfelek lettek vesztesek ebben a helyzetben, utána az állam. Fontos, hogy mindig államból beszélek, és nem kormányról egyébként, ezt mindenkinek ajánlom, tehát politika mentesít. Másodszor az állam, és most már a bankok is. Bármilyen furcsa a bankok is, mert a saját ügyfeleiket veszítik el, az ügyfelek már azt sem hiszik el, amit kérdeznek a bankok, az ingatlan miatt piac a mély ponton, és így elindulnak szépen a lejtőn, és gyakorlatilag most őszintén én úgy gondolom, hogy abból élnek, hogy nincs alternatív bankrendszer, ezért a kormányra nyomást tudnak gyakorolni, hogy ha olyan dolog történik, ami nekünk nem jó, akkor abban az esetben nem lesz hitelezés, már úgy sincs egyébként, és hogy ezt is ezt fogjuk csinálni, mint ahogy a tranzakciós adónál is. Gondolom, hogy ez a 6500 forintból úgy lett 13, hogy a tranzakciós adót áthárították, de ez nem igaz, mert a tranzakciós adó az nem ennyi. Tehát egy ilyen tipikus vesztes-vesztes helyzet van, és én ugye posztomnál fogva végig jártam, voltam a kúria elnökével, tárgyaltam a PSZÁF elnökével, PSZÁF alelnökével, pénzügyi békéltető testület, és azt kell, hogy mondjam, amit itt is a banki konferencián, hogy nem látják. Nem látják, és nekem nem hiszik el. Hogy szeretettel mondom, hogy nagyon nagy a gond. Tehát nem statisztika az, hogy hány embert lakoltattak ki, hanem az, hogy nem lehet kilátástalan életet élni. Nem lehet. Az ember egy dologba biztos belepusztul, vagy a rák viszi el, hogyha kilátástalan az élete. Nem lehet. Ezt meg kell érteni, hogy nem azt kell nézni, hogy 170.000 családból csak 1500 embert vagy családot költöztetnek egy évben, hanem az, hogy 170.000 család él félelemben. Ez a baj. Ez nem lehet. Tehát félelemben az ember nem tud gondolkozni, elveszti az állását, az emberek egymásnak fordulnak, a gyerekből egy lelki rokkant lesz,
ezek a családok elvesznek a társadalomnak, kész, tehát ezt nem lehet csinálni egy társadalommal. A másik oldal, hogy ugye sokan úgy gondolják, hogy a kormány bármit csinál, hát egy picit bent vagyok, ezért látom azt, hogy nem. A kormánynak hasonló a helyzete, mint nekünk, csak nagyban. Hát vegyétek észre, tehát azt, hogy a kormány a bankszektor felé csak kinyújtja a kezét, és vegyétek észre, hogy valami teljesen más ügyben, de Brüsszel megszólal. Itt van a szomszéd, Románia, ugye most volt, egész friss még, ugye, ahhoz, hogy a legközelebbi részletet megkapják, ugye feltétel volt az, hogy például nem vezethetik be a magánsődöt. Őszintén az IMF-nek mi dolga ezzel? Nem? Tehát az ember tulajdonképpen azt látja, én azt szoktam mondani, hogy racionálisan, ezt elmondtam a bankárok uraknak is, hogy racionálisan nincs megoldás. De nem csak Magyarországon, az egész világon. Tehát az emberiség gyakorlatilag, ha ezt folytatja, akkor még néhány évtized és a világnak vége van, mert ez az eszemet őrültség, ez ilyen exponenciálisan megy föl. Tehát racionálisan vége van. Ugyanaz van, mint a Római Birodalom idején, csak most egy nagyobb volumenben. És úgy gondolom, hogy a minden nemzetnek, hogy úgy mondjam, van egy küldetése a világon. És a magyarnak az a küldetése, hogy vészhelyzetben, hogy úgy mondjam, nálunk van a labda. Mert a világon senki nincs, aki arra a kreativitásra képes, amire a megszorított magyar. Ez ezredéves dolog, és ezt egyébként szeretném alátámasztani, mert sokan ezt ilyen nagy szavaknak hívják. Ott elmondtam a bankároknak is. Nem is igazán tudták hová tenni a kérdést, de azért mondtam el, hát ha 100 emberből 2-3-nál megmarad, ez fontos. Tehát, hogy az, hogy magyar észjárás, mint ilyen, az van. A világon mindenhol tudják, jobb, hogyha mi is tudjuk. És ez tudományosan egyébként igazolható. Sokat foglalkoztam ezzel, megvan az oka, hogy miért, de sokat foglalkoztam ezzel, és ezért egyik oldalról ki lehet mondani, hogy ennek nem genetikai oka van, és ez nagyon fontos, mert a lengyel, a magyar, a horvát, az gyakorlatilag genetikailag tökéletesen ugyanaz. Volt 2000-ben egy egész Európára vonatkozóan egy nagy japán kutatás, és ez kimutatta. Tehát lengyel, magyar, horvát ugyanaz, és semmilyen genetikai kapcsolatunk nincs kikkel. Finnekkel, bizony. Finnekkel. A finnek már a polcra föltették a finnugor elméletet, az, hogy mi miért ragaszkodunk ahhoz, amit a 48-49-es szabadságharc után az osztrákoktól kaptunk, mint egy ilyen leszedálló gyógyszert. Hogy miért ragaszkodunk ez 2012-ben is, ezt nem tudom. De a lényeg az, hogy nem genetika. És akkor elkezdett foglalkoztatni, hogy mi lehet az, ami a magyar embert magyarrá teszi, mi ez a magyar észjárásnak, mi a forrása. Nyelv. Bizony az anyanyelv. Az anyanyelvre azt mondom, ez megint egy mérnöki kifejezés, mint a Winchestereknél volt annak idő, hogy formattálni kellett, emlékeztek. És ha az egyikkel formattáltad, az nem működött a másikkal. A McIntosh IBM. Tehát, hogy a magyar anyanyelv az másként formattálja az agyat. És ennek az az oka, hogy alapvetően az élő nyelvek összessége az balagyféltekés dominanciája. Tehát ez a racionális oldal, ez az irracionális, tehát a balagyférteke dominanciája az egész gondolkozásmódodra rányomja ezt az aláfölé rendelő viszonyt. Hogyha találkozunk, akkor le kell játszani, ki a főnök és ki a beosztott. Kivéve a magyart, amelyik ugye a kétagyféltekés formattálás miatt csak mellé rendelőbe gondolkozik. Ez a mindenki király mentalitás tökéletesen egyébként kifejezi ezt, és itt van hagyománya, mert Hérodotosz időszámítás előtt 500-al ír egy népről, neki kortárs népről, ahol azt írja, hogy van itt egy furcsa nép, ahol mintha mindenki király lenne. Tehát úgy viselkednek, úgy beszélnek egymással, mintha mindenki király volna, és úgy hívták, hogy királyi szkíták. Egyébként az az érdekes, hogy pont azon a területen éltek, amit most a magyar őshazának neveznek, de ez csak egy mellékesen érdekes dolog. Azért fontos ez, hogy értsük magunkat. Olvastam egy, és most picit elés, hogy elkalandozok, csak amikor azt mondtam, hogy nincs racionális megoldás, kicsit olyan, mint az ördöglakat. Tehát racionálisan próbálgathatod a végtelenség, nem tudod kinyitni. Ha valami teljesen másra nem váltasz át, nincs megoldás. És azért mondom ezeket a dolgokat, hogy ha megértjük azt, hogy a mi különleges képességünk az, hogy szorult helyzetben, olyan megoldást tudunk találni, hogy utána az egész világ rácsodálkozik, hogy ez hogy lehet. Na akkor lehet, hogy ennek az egész fájdalomnak az volt a célja, hogy ezt az erősségünket megtaláljuk.
volt egy nemzetközi kutatás, tehát mondom, látszólag kalandozok most, hogy azt vizsgálták, hogy különböző nemzetek vészhelyzet esetén, tehát különböző nemzetek képviselő vészhelyzet esetén, tehát mondjuk itt tűzült ki, és kell egy vezető, aki azt mondja, hogy kettő az ajtóz, az nyissa ki az ablakot, ő pedig a vizet. Tehát hogy hogyan választanak vezetőt, hogyha valakinek koordinálnia kell a tevékenységet. Kijött az, hogy a japánoknál automatikusan a legidősebb. És ami fontos, mindenki elfogadja. A németeknél érdekes, ott a legiskolázottabb. Tehát hogyha neki négy diplomája van, neki meg kettő, akkor a négy diplomás fogja megmondani azt, hogy ezt meg ezt meg. És mindenki elfogadja. Az amerikaiaknál van egy nagyon érdekes választási módszer. De az emberek összenéznek, és aki az alfahím vagy alfanőstény, azt érzik és rábízzák. Az a lényeg, hogy mindenki elfogadja, hogy van egy vezető. És akkor szoktam feltenni a kérdést, hogy a magyar hogy választ vezetőt. Mindenki csinál dolgát. Nehogy már ő megmondja nekem. Dehogy már, azt nem úgy kell. Nem, az nem az adat. Hirtelen 10 magyarból 12 lesz. 12 király. Aki nem, ha, hát addig, hogy király vagy, nincs gond. Egy magyarnak kétszer elmondod, és már csillog a szeme. Hát végre valaki észrevette. Király, király. Persze, mindenki tudja. Én, hát persze, király vagyok. Csak nem vették észre. Na, de a másik is az. Itt van nehézség. Ezekben a civil, hogy úgy mondjam, torzsalkodások. Hát nem látjátok, hogy ez az alapja? Amikor Árpád azt mondta, hogy vezér. Én csodálkoztam, ugye, de valahol ez van benne nagyon markánsan, nem? De egyébként én pont arra jöttem rá, hogy mindenki azzal vádolja, nem csak őt, hanem a másikat, hogy hú, milyen egoista, és most ez az egoista ember azt akarja, hogy mindenki mögé csoportosuljon, és akkor persze senki nem csoportosul senki mögé. És hogy valahogy pont azt gondolom, hogy éppen az az egoista, aki nem hajlandó feladni ezt, hogy én már pedig nem állok a ő mögé. Ja, próbálom követni a gondolatot. Tehát nem, hogy világosan értsen. De egyébként itt az. Jó mondta egyébként, csak... Kell egy vezért úgy kell lefordítani, hogy... Ez nagyon fontos, mert ez az önismeretünk közt tartozik. Egyszer megértjük. Egyébként én nem gondolom úgy, hogy Árpád egójával vagy bármivel baj lenne. Tehát ez nagyon fontos, hogy szeretnék ilyet, mert semmilyen probléma nincsen. Itt az a világkép ütközik, és erről egyébként Árpáddal félretéve ezt az egész devizahiteles problémát. Egyszerűen, mint a magyar múlt megértését. Azt kéne tisztázni, hogy mit jelentett a magyarnak a vezér. Hogy született egy vezér? Ez nagyon fontos, mert pont Árpád vezér, ugye nagyon érdekes a név, és én azt olvastam való beírást is, hogy aki tudná, hogy Árpád kinek a reinkarnációja, az másként szólna hozzá. Tehát itt van egyfajta ilyen spirituális nyomás is a háttérben, és ezért tartanám különösen fontosnak tisztázni Árpád vezérnek a személyiségét. Mert ott vissza kell nyúlni a korabeli, hogy úgy mondja, a magyar világképhez. Én mióta Kassai Lajost ismerem, azóta hittem el azt, hogy mi nem azért hódoltattuk Európát 50 évig, most ezt kalandozásoknak hívjuk, ugye, mert azt sokkal jobban szeretik az osztrákok, mint azt mondanánk, hogy uraltuk Európát, hanem azért, mert a magyar seregek voltak a legképzettebbek, a legjobb felszerelésünk volt, és taktikailag az abszolút fegyelem. Tehát nem tudtak velünk mit kezdeni. Ezt megint ugye, tehát igazság szerint, ha az ember körbenéz, akkor tulajdonképpen boldog lehet, hogy ide született most a Kárpát-medencében, mert olyan sok tennivaló van, hogy mi nem mondhatjuk el azt, hogy unatkozunk. Tehát akármerre nézek, orvosokhoz, az iskolákba, bárhová tennivalók sokasága van. De hogy visszatérve Árpád vezérre, mert ezt nagyon sokat foglalkoztam pont a szeretjük már az Árpádról, bocsánat. Most nem a Kásler Árpádról, hanem azért szeretnék beszélni az Árpád vezérről, aki nekem Árpád vezér, hogy megértsünk bizonyos dolgokat, amik vissza fognak hatni a mi devizahiteles szerveződéseinkre, mert amíg nem értjük meg, amíg ezt a mindenki király mentalitást nem tudjuk feldolgozni, addig itt nem lesz semmi. Mert ugye gondoljatok bele, ez a mindenki király már ezred évek óta, ezt a magyarok, mi régen tudtuk. Én azt szoktam mondani, hogy biztos az Andersen mesét ismeritek, ugye a Rút kiskacsa.
ugye, ahol egy kis hattyú került a kacsák közé, mindenki rúgta, vágta, és már végén már öngyilkos akart lenni, és azért száll le a hattyú közé, hogy öljék meg, és akkor veszi észre, hogy hát ő is hattyú. Én azt mondom, mi vagyunk Európa rút kiskacsái. De tényleg. Olyanokhoz akarunk hasonlítani, akik mások. Nem jobbak vagy rosszabbak, mások. Igyekszünk, próbálkozunk, sehol nem megy, rúgdosnak minket? Hát hogy a felében, legalább 10-szer annyit, mint bárki más. Tehát fel kell ismernünk azt, hogy mi, amikor sikeresek voltunk, hogyan működtünk. Hogyan tudott ez a sok király, millió király együtt dolgozni évezredeken, hadd mondjam így keresztül. Tehát nagyon egyszerű kérdés, és ezt is kell, hogy megértsük, mert különben soha nem lesz itt az a bizonyos egység, amit mindenki hiányol. Hát olvassátok el. Mindig. Hogy ha majd az összes civil egységbe, akkor micsoda siker lesz. Közben látjuk azt, hogy egység. Hát pillanatokra van valami kis, mondjuk a 15-20 civil szerveződésből összeáll kettő mondjuk egy hétre. Ha nincs közös ellenség, akkor itt nincs összeállás. Mármint, hogy nem is a bankszektor, az persze, az mindenki is van. A másik civil, ha nincs meg ez a közös ellenség, akkor nincs szövetség. Tehát, hogy az utolsó 1000 évben ki uralkodott Magyarországon? A bankok. Van benne egyébként. Többen az igazság, mint gondoltuk, és érdemes megnézni egyébként az aranybullát, hogy miket szabályozott. Mindegy. Ki uralkodott Magyarországon? Király. Nem. Ez az érdekes. Látjátok, ezért probléma az, hogy nem ismerjük a múltunkat. Tessék? Főurak és a rendben. Nem. Hát ki uralkodott Magyarországon? Ezer éves. Szent István óta ki uralkodik? Hogy nincs királyház. Na látjátok? Ez az, ami probléma. Hát a Szent Korona. Hát olvassátok el. Szent Koronatan arról szól, hogy a koronázáskor a királyválasztó nemzet a Szent Korona hatalmát a királyra ruházza. Magyar király soha nem mondhatta azt, hogy én a teremtő akaratából vagyok király. Én a királyválasztó nemzet akaratából vagyok király, ami arról szól, hogy az a sok-sok-sok király fölismerte azt, hogy kell egy vezető, és ezért a hatalmat megtestesítő Szent Korona hatalmát rám ruházza, mint király. És azt is tudni kell, hogy mit jelent az, hogy beavató korona, hogy a magyar Szent Korona miért Szent Korona, bárhol a világon mondod, mindenki tudja, hogy a magyarok Szent Koronája. Mit jelent az, hogy beavató király koronázás? Miért van az, hogy Mátyás volt az utolsó magyar király? Hát gondoljátok, hogy az véletlen, hogy akkor volt utoljára magyar virágzó állam? Hát ő volt az utolsó király, akit úgy koronáztak, ahogy kell. És ez azért fontos tudni, mert civil egység csak akkor lehet, hogyha ezt a bizonyos virtuális valamit magunk fölé tesszük. Itt nincs olyan, tehát itt az Árpád vezér idézőjelbe teszem megközelítéssel az a baj, hogy ez soha a magyar így nem működött. Árpád vezér idejében is nézzük meg, először volt a sereg, utána volt a 7 vezér, akik maguk közül vezért választottak. És a vezérben nagyon fontos, a magyar értelmezésben, ugye Árpád írja a krónika, hogy előjáró volt, előjárt a harcban, és utolsó volt a visszavonuláskor. Most nyersen mondva, egy vezér, egy előjáró, aki a legtöbbet szív. Ez van. Az egy küldetés. De látni kell, hogy ahhoz, hogy valaki vezér legyen, annak van egy folyamat, ami visszafelé nem működik. Egy házat is úgy építünk, hogy van alapja, első emelet, második, harmadik. Nincs harmadik emelettől való építkezés. És ezt szeretettel mondom, ez azért kell, mert hogyha valóban komolyan gondoljuk, hogy a civil oldal legyen egységes, akkor annak vannak bizonyos alap, minek nevezzem, struktúrái, ahogy az működik. És van olyan út, ami biztos, hogy nem működik. És ki tudja, hogy hol halt meg Árpád? Pozsonynál. Mi volt a pozsonyi csata? 150 ezer frank. 100. Aztán jól legyen. De miért jött az a 100 ezer frank? Tehát ugye, mikor volt? Egyébként, amikor a Frankcsapda konferencia, amivel ez az egész hiteltársulás, ott abban benne volt egy kicsit ilyen szójátéka, már mint aki ismeri
magyar történelmet, hogy ugye 896, mármintha elfogadjuk azt, hogy ez a 300 év mégsem hiányzik a nyugati történelmből, ennek is érdemes utána olvasni, hogy 100 ezer frank jön, hogy a magyarokat kipakolja innen. De benne van a krónikákban, hogy azért jönnek, hogy a magyarok kiirtassanak. Csak hogy világosan lássuk. Ugye Árpád 40 ezer magyar, gyakorlatilag a teljes magyar haderővel megy a frankok el, és Pozsonynál van a csata, egy háromnapos, rettenetesen véres csata, ahol először megverjük a Duna balpartján jövő sereget, majd, és ilyenkor kell az embernek egy picit, hogy mondjam, meghajtani a fejét elejénk előbb. Egy kétnapos csata után 35 ezer lovas úgy úsztat át éjszaka a Dunán, hogy a folyó túloldalán alszanak, és még az őrök sem veszik észre. Ezt el tudjátok képzelni? Ma el tudjátok képzelni, hogy 500 devizahiteles olyan egységben tudna vonulni, hogy az utca túloldalára úgy menjen át, hogy közben nem történik valami? Ha motiválva vannak. Nekem csak egy kérdés, most itt mondtad a devizahitellel kapcsolatban, ami most így, ha úgy veszük, hogy nem fognak össze itt a devizahiteles korlátok. Most vezérekről beszéltünk egyetlen az összefüggésnek a lehetőségeiről. Egyetlen, akkor figyelme kéne menni, hogyha magyarokra vonatkozhatunk vissza. Törzs szövetségek adtak össze, ez volt a magyarság. Jelen esetben különböző hiteles társulások vannak, és nem esik meg az a probléma jelen esetben, hogy három ember van kijelölve tárgyalásra. Amikor több szövetség van, és úgymond több vezérek van. Na, befejezem az előzőt, és visszatérek, mert úgy érzem, hogy fontos érteni. Tehát Árpád vezér ott hal meg. Ott hal meg, három fia is. Ez nagyon fontos tudni. De nézzük meg azt, hogy mi volt mindig a magyar taktikának az alapja. És amikor a Frank csapda konferencia volt, én is ezt itt akartam. Nem. Ugye miben voltunk legendásak? Nem, ez a hátrafelé, ez a bizonyos pártuslövésnek hívják. Tehát ebben tulajdonképpen ahogy a krónikák írják, hogy a hunok vagyis a magyarok, akik pártus módjára nőttek, ebben benne van az egész kita. Hogy is mondjam, szkíta, unavar, magyar történelmi folytonosság. De mi volt? Mert sokan nem értik. Kicsi gyerekként én azt hittem, hogy ez a bizonyos hátrafelé lövés, és majd mindjárt visszatérek és kapcsolatban lesz hozzá, hogy ez arról szólt, hogy mi megyünk a menekülést, majd hátrafordulunk, és valahova jó messze előjük, hátra eltalál valakit. Nem? Hát ez a logikus. Na most Kassai Lajos, amikor megismerkedtem, Lajos mondta, hogy nem, ez nem így működik. Tudjátok ki Kassai Lajos? Igen. Na. Tehát ő mondta azt, hogy következő volt a lényege a pártuslövésnek. Tehát magam után húzom a nehéz lovast. Annak eleve nem tűnik fel, hogy lehet az, hogyha ő nehezebb, mint én, és mégis közelít hozzám. Ugye már itt egy picit gondolkoznia kellett volna, de belehevült, hogy na most végre elkapom a csibészt. És amikor 10-15 méterre mögém ért, én megfordultam, és ahol sebezhető pontot láttam, legyen az egy ekkora kis luk, ott belőttem. Tehát mozgólóvon ülve, egy mozgólovast, 15 méterről így lőttem le. Ezt tudjátok képzelni? És valahogy nekem az volt az érzésem, hogy ez az egész frank csapda, meg ez a szójáték, ez lehet, hogy sokkal komolyabb annál, mint ahogy mi feltételeznénk a kapcsolatot. Tudnélik, ha megnézed, akkor a mostani frank csapda az legalább olyan legyőzhetetlennek tűnik, mint az a 100 ezer frank, aki jött el. És hogyha most az ősi magyar stratégiát veszem elő, akkor hogy dolgoztunk? Az ember fölbosszantja a másik felet, az elveszíti minden eszét, meglódul, azt hiszi, hogy most kész, kinyír minket, és amikor már teljesen úgy gondolja, hogy nyert, akkor megfordulunk, keresünk egy gyenge pontot, és kész. Árfolyam is. Ez a baj, hogy látom, és akkor elmondom, most térnék vissza, hogy miért három tárgyal. Mert most egy picit átállok a bankszövetség mokaszínjába, hogy mondja a mondás, de nem ültetek meg, csak elmondom, hogy én mit csinálnék a helyükben. Csak hogy világosan lássuk, tehát a magyarok nem csak a legjobb harcosok voltak, de mi a legjobban ismertük az ellenfeleket. Tehát most elmondom, hogy én mit csinálnék. Én bankszektorként tudnám azt, hogy ennek a terméknek a torka véres. Tehát ez ha egyszer itt valaki bekapcsolja a lámpát, akkor vége. Ezt ők is tudják. Kapcsolgatjuk a lámpát, rendesen. Tehát, mire törekednék? Arra törekednék,
hogy ezt a lámpát ne kapcsolja be senki. Legyen kicsit félhomály, sejtelmes, kint a folyosón kapcsolja be valaki, veszenek össze a kapcsolót, az még jobb, de senki ne kapcsolja be. Hogy lehet ezt elérni? Be kell vinni az embereket a mocsárba, az erdő sűrűjébe. Tárgyaljunk arról, hogy a árfolyam rés, menjünk ki Luxemburgba, jó hangzik? Újabb 9 hónap visszajön, mi vitatjuk, az nem úgy van, stb. Mi történik? Telik az idő. Telik az idő. Az a lényeg, hogy ne a lényegről beszéljünk. Ezt mondjuk ki. Az a lényeg, hogy ne a lényegről beszéljünk. És mi amiről beszéltem azt, hogy ma még a hét vezérig sem jutottunk el, nem hogy az egyik. Nincs idő végigjárni azt az utat, és most visszatérek a három tárgyalóra, hogy az Árpád azt mondta a Kossuth téren szombaton, hogy akkor hajlandó leülni a bankszövetséggel. Akkor hajlandó leülni a bankszövetséggel, ha a bankszövetség letesz 7 milliárd forintot azonnal kárpótlással. Mi az az egy dolog, amit bizton állíthatok? Szeretettel. Hogy ez soha nem fog megtörténni. Ez az, amit 2055-ig, 2100-ig is lehet mondani, nem fog megtörténni. Mert egyrészt a bankszövetségnek nem lehet azt mondani, hogy akkor ülök le vele tárgyalni. Ez se lehet. De nem, hogy 7 milliárd forintot. Tehát ez gyakorlatilag egy olyan követelés volt, ami garantálja azt, hogy Árpád nem tárgyal a bankszövetséggel. Tehát, itt ugye tele van az összes fórum, hogy Árpád is legyen tárgyaló. Lehet Árpád tárgyaló, hogyha ő saját magát zárja ki a tárgyalásból? És azt mondja, hogy ő nem is akar. Hát a Kossuth, hát ott álltam mellettek. Hallgassátok vissza, a bankokkal akkor vagyok hajlandó tárgyalni, hogyha 7 milliárd forintot letesznek kárpótlásra. Vissza lehet hallgatni. Meg a Kossuth azt írta, hogy ő nem akar tárgyalni. Azt már csak most írtam. Igen, tudom. Azt most írta. Tehát a következő. Nekem el kellett döntenem, igen? Akkor most azt rácsolok, hogy keressünk egy nyilatosok, hogy csányit legyünk le. Megszoktam, hogy ha bárhol beszélek, vagy valamit leírok, abból meg lehet találni azt a fél mondatot, amit félre lehet érteni. Tetszett a médiától, mindenhonnan megszoktam. Nem tudok mit kezdeni vele, nem ezt mondtam. Nem ezt mondtam nyilvánvalóan. Igen. Azt szeretném kérni, hogy a napi rendi pont úgy alakult, csak elején nem mondtuk el, hogy a Györgynek van egy tájékoztatója, utána én mondok egy kis beszédet, vagy egy kis játékot, és utána pedig következik a Gábor a désztől egy kis rövid tájékoztatóval, és utána jönnek a kérdezfelelek, okay. Devizahiteles ügyben, hogyha lehet maradni a témánál. Józsi, ha lejárt az időm, lőj le erre vonatkozik. Szóltam most, jó? De most nem. Tényleg, nem? Nem. Szó, hogy mondom, olyan lőj le, mert én imádok dumálni, tehát magamtól nem, magamat nem lőjük. Hol akadtunk el? Ja, három tárgyaló, miért? Hogy egy picit lépjetek az én munkaszínomba. Mit látok? Azt, hogy nagyon-nagyon-nagyon nehéz leültetni a bankszövetséget egy tárgyalóasztalhoz, megmondom miért. Mert ha jelenik a bankszövetség, nem akarnék tárgyalni, megbeszéltük, hogy miért. Nem akarnék tárgyalni, ezért minden olyan formai sallangtól meg kell szabadulni, amire hivatkozva a bankszövetség lemondhatja a tárgyalást. Ez ilyen egyszerű. Kis kulisszatitkok, de ezt elmondhatom, mert nincs egyébként jelentősége. A Kovács Leventél, aki a bankszövetség főtitkára, nagyon örülök, hogy sikerült egy jó kommunikációs viszonyba kerülnöm, mert fontos, hogy legyen kommunikáció. Az a legrosszabb, ha üzengetés van. Tehát nem értünk egyet, de fölveszünk egymásnak a telefon. És ő kérte azt, hogy ha szeretném, hogy a bankszövetség részt vegyen a tárgyaláson, akkor a meghívót a Nemzetgazdasági Minisztérium küldje ki. És én meg azt mondtam, hogy jó, persze. Sőt, meg is értem, és természetes. Mert most jelen esetben abban a kellemes helyzetben van az állam, hogy ő van középen, mint egy moderátor. Ugye tavaly az volt a probléma, én ezt olyan hasonlatot mondtam ott a bankároknak, hogy a kétlábú asztal nem áll meg. A kétlábú tárgyalóasztal, ami tavaly volt, hogy állam, bankszövetség, az nem volt tárgyalóasztal. Most három lába van az asztalnak, van a civil oldal, tudom, ezért sokan agyonvernének, hogy én miért mondom a civil oldal, de meglátjátok, hogy az. A bankszövetség és a harmadik az állam, most le lehet ülni, de az államnak van egy kellemes középső
hogy úgymond a moderátori szerepe. Ezért volt fontos, hogy a bankszövetség részére az állam küldje ki a meghívót, és itt lássátok be, hogy bizony, ilyen apró formai dolgokon múlik az, hogy leülünk-e tárgyalni, és én úgy gondoltam, hogy a legfontosabb, hogy üljünk le, és nem az, hogy jól bekiabáljuk. Most bocsánat, tehát azt mondom, hogy aki balhézik, aki huhog, meg ijeszgeti, meg stb., az ebben az esetben nagyon-nagyon rosszat tesz. Itt alapvetően két dolog lehet az, ami ezt a tárgyalást meghiúsítja. Vagy legalábbis jelentősen elogázza. Az egyik az, hogyha, és ezt el is mondtam a médiában pont azért, hogy ilyen trükkök ne legyenek, hogyha a bankszövetség nem döntésképes embereket küld. Hanem fölteszünk egy egyszerű kérdést, és azt mondják, hogy nagyon jó kérdés, nem tudunk erre válaszolni, találkozunk egy hét múlva. Tehát nem értem, hogy úgy azt kértem. Egy gyors kérdés, azon gondolkodok már, hogy mi lenne akkor, hogyha ez az idő ez nem a bankoknak menne, hanem az adósoknak, akkor mennyire akarna a bankszövetség tárgyalni? De melyik idő? Amiről beszéltünk, hogy megértünk, vannak a terek és kiküldjük, majd megmondják Brüsszelben meg itt, hogy mi lesz. Szerintem ez legyen a beszélgetés, mert így, ha idézőjelben ezt megakadok, akkor én simán elfejtem, hol tartottam. Tehát ez legyen a beszélgetés. 5 percet meg. Annyi van még. Miért nem az időt? Jó? Jó. Tehát azért mondtam, hogy legyen a 45 napos moratóriumi indulás, de meghosszabbítható közös akarattal, de azért ülött állambácsi, hogy amennyiben időhúzás tapasztalható, akkor ezt a moratóriumot automatikusan meghosszabbítsa, hiszen alapvetően a moratórium meghosszabbítása a parlament kezében van. Tehát ez megvan. Tehát nem érdemes húzni az időt, mert azzal együtt a moratórium is kitolódik. A másik dolog, ami meghiúsíthatja a tárgyalást, vagy legalábbis jelentősen elhúzhatja, hogy a tárgyalásokon előtte-utána a bankszövetség résztvevőit olyan inzultus éri, amire joggal mondhatják azt, hogy ha nem biztosítják a tárgyalásnak a kultúrát, nyugodt légkörét, akkor nem jövünk el. És ez jogos, nem? Hát nem lehet úgy tárgyalni, hogy kint a rakasztófa ott áll a bejáratnál, meg, tehát így nem lehet. Csak azt szeretném megmutatni, hogy aki, hogy mondjam, na értitek, most nem tudom másként mondani, tehát megállapodást akarunk, vagy ordítozni. Nincs problémám egyikkel sem, csak az egyik legyilkolja a másikat. Ez egy döntés. Azt akarjuk, hogy megoldás szülessen. Tudom, hogy ez hihetetlen, míg a tévében elkérdezik, mi a javaslatom, mindig elmondom. Nem mondhatom el a sakjátszmában, most idézőjelbe teszem, hogy szerintem tárgyás egy sakjátszma, hogy mi lesz a következő öt lépésem. Nincs olyan sak, nem? Ma is egyébként és akkor ez lesz az utolsó gondolatom. A bankároknál, amikor voltam, beszéltem 20 percet, láttam, hogy kiakadtak, de hát most mire számítottunk volna. Tehát ugye a 20. percben már kezdtek így kerülni a kezek, és akkor mondtam, hogy jó, akkor most legyenek kérdések. És akkor valaki azt mondta, hogy hát a lényegről nem beszéltem. Mondom, mi a lényeg? A lényegről nem beszélt. Mondom, mi a lényeg? Az, hogy mi a javaslata. Hát és ott ugyanazt elmondtam, hogy én értem, hogy mindenki tudni akarja. Na de úgy fogunk pókerezni, hogy én kirakom azt, hogy mind van. Szóval értitek? Mert az a furcsa, ugye, ki lesz a civil oldalról a három tárgya, ugye mindenhol azt kértem, hogy legyen két szakmai, és a harmadik az egy ilyen, hogy úgy mondjam, közvetítő, tehát a kommunikátor, diplomata, stb. Tehát a két szakértő, az egyik a Boros Imre, szerintem ismeritek, nem? Igen. Tegnap találkoztam Imrével, elmondtam neki a három lépéses tervemet, azt mondta, hogy tökéletes, a javaslatot is elmondtam egyébként. Teljesen egyetértettünk a taktikában, hogyan, stb. Tehát szerintem nagyon ütős lesz, holnap megyek Varga Istvánhoz, szerintem őt is ismeritek. Oh, igen. Egyébként azért hoztam tegnap reggel nyilvánosságra, mert van az üzleti világban egy mondás, hogy egyszerűbb elnézést kérni, mint engedélyt. Tehát tudtam azt, hogy két olyan szakmai tárgyaló, akit, ha én bankár lennék, nem örülnék neki. Mert egyrészt a szakmaiságuk az megkérdőjelezhetetlen, másrészt az elkötelezettségük is így van.
Tehát azért mondtam, hogy egyszerűbb, ha nyilvánosságra hozom, mielőtt bárki bármilyen irányból nyomást akarna rám gyakorolni, hogy kit nem szeretne látni a tárgyalasztalnál. A harmadik ember én leszek, ezért is megkaptam mindent, de azt mondom, hogy már ki legyen a harmadik, hogyha én kezdeményeztem, végigcsináltam a hiteltársulással másfél évet, voltam én a Kossuth tér kemencében, voltam én a Balkánszövetség mély ütőjében, és láttam ezt-azt, hát ki legyen? Most üljek be az állami oldalra? Semmi értelme. Tehát ez az, amit látunk. Mesélj, az állambácsitól egyrészt azt kértem, hogy alapvetően legyenek egyfajta moderátori szerepben. Tehát, hogy ne... Tehát megvan alapvetően a két pólus, nem kell aktívan, akkor kell csak beszólni, ha valami alakadás van. Alapvetően jön egy ember a minisztériumtól, egy helyettes államtitkár, jön valaki a Száftól, a elnök. Tehát mindig fontos, tehát ne felejtsd ki a tárgyalni mész, meg kell adni a tiszteletet, alapdolog tisztelet nélkül nincs tárgyalás, nincs eredmény. Harmadik ember az Ásztól jön. Most tisztázódnak a nevek, most mentek ma, tisztázódott, hogy ki, mennek ki a meghívók, tehát ez egy folyamat, ahol a Bankszövetségtől nem tudom még ki fog jönni, de úgy gondolom, hogy ott is alapvető dolog, a kölcsönös tisztelt nélkül nincsen tárgyás, és ezért olvasom a fórumokon, hogy Árpád jönne megfigyelőként, mondom, ő nem az a típus. De most szeretettel mondom, de nem az a típus. Arról nem beszélve egyébként, hogy tárgyalásoknak vannak bizonyos alapszabályai, hogy amit így megbeszéltünk, az nem kerül. Tehát, hogy ezt nem tudom garantálni, akkor én, mint meghívó, elvesztettem a hitelességemet. Tehát nincs megfigyelő, nincs sajtó, nincs közönség, megoldást akarunk, nem egy show műsort. Én még azt mondom, hogy az sem. Engem a megoldás érdekel, nem az, hogy ki mit mondott, hogy utána megint ugye vakarózunk a részleteken. Van egy világos elképzelésem, hogy az első kérdés, ezért is megkaptam magamért éppen elégszer, hogy devizai terről beszélünk, vagy devizához kötött forinti terről, ennek ugye már több elnevezése van. Csak azt mondják, hogy de hát ezt mindenki tudja, értem. De attól, hogy mindenki tudja, ez még nincs bizonyítva. Nem tűnt föl nektek? Nem tűnt föl, hogy a civil oldal mindig úgy beszél, hogy devizához kötött hitel, a banki oldal meg mindig úgy beszél, mintha devizahitel lenne? Nem veszitek észre ezt a furcsa helyzetet? A parlament is úgy beszél, és úgy próbálja megoldani a helyzetet, mintha ez tényleg devizahitel lenne, és hogyha ez tényleg devizahitel lenne, akkor az árfolyamrés meg az összes többi meg is felelne ennek a megoldásnak, csak hát... Na de hogyha ez devizához kötött forint hitel? Ezt emelnék, hogy forint hitel, akkor abban a pillanatban az árfolyam rés úgy, ahogy van, nem csak hogy értelmetlen, hanem súlyosan etikátlan. Értelmetlen a országkockázat, meg egy csomó dolog automatikusan értelmetlen, és ezért bármilyen furcsa hangzik, és ugye a Kossuth téren meg is kérdeztem, és utolsó mondat, meg is kaptam magamért, hogy szavazzuk meg, devizahitel vagy devizához kötött hitel? Devizához kötött hitel, mondom, és most mi történt? 500-an vagy 1000-en kimondtuk. És változott valami? Változott bármi? Ha 100 000 ember kimondja, hogy devizához kötött hitel, változik valami? Nem. Ha majd a bankszövetség elnöke kimondja, akkor változni fog. Vagy a bíróság is. Vagy a bíróság. A bíróság nem fogja kimondani. Miért? Kimondta. 5 év alatt kimondta. Szegeden kimondta. Na Szegeden. Kúria kimondta. Nem is volt kérdés. Na, az a probléma, de most nem is mennék ebbe bele. És átadom a szót, gondolom, hát a végén majd beszélgetünk. Oké. Okay. És folytsátok belém a szót, ha hozzunk. Aki nem ismerte, Szabó József vagyok, a mozgalomnak egyik alapítója. Sajnos többen nem tudtak eljönni, mert éppen betegek vagy egyéb más közbe jött. Készítem egy kis fuszkával, nem tudok ilyen szépen hosszan beszélni fejből, mint a... György Gyuri, melyiket szeretnél jobban? Ez a biztos úr biztos nem. Hagyjuk meg a rendőröknek. Legyen. György. Jó. Tehát három kérdés, nem vagy már régóta békén, és jár a fejemben. Az egyik, hogy miért olyan fontos mindenáron bizonygatni, hogy minden deviza hitel mögött deviza van, ugye előbb elmeséltünk. Miért volt olyan nagyon sürgős, rövid idő alatt ilyen rengeteg deviza hitelt kihelyezni? A harmadik pedig, hogy ha már egyszer deviza hitel, akkor miért svájci frank? És miért nem euró volt előtérbe helyezve, miért nyomatták mindig a svájci frankot?
Most ahhoz, hogy ezekre a kérdésekre választ kapjunk, kérnék szépen három segítséget. Az egyiket megkérném a Györgyöt, hogy legyen segítség, az egyik szereplő az a bankot fogja eljátszani, és hát egy bankalapításban tevékenyen részt vett, és szeretném, hogy te lennél a bank ebben. Ülve egy percig tudod azt mondani. És kérnék két segítséget, az egyik lenne, akinek van pénze, a másiknak pedig, akinek nincs pénze, és itt ugye te kettő jelenkező van, pont annyira van szükség. Kihozom ezt az asztalt, és akkor bejöttem. Mennyi pénz? Nem, hát... Nem lehet kapni.